Nagyon szépen megőriztétek, fiúk, a kockásasat itt 100 nap alatt. Ez... Tenni kell érte. Ezt akartam mondani pont, hogy ebben azért van egy életmunkája. Meg itt az elmúlt 101-2 nap alatt sem csak a pályákon futkároztunk, hanem azért, amikor verseny előtt, verseny után volt idő, akkor nem csak ugráltam a medencébe, hanem volt, hogy úsztunk. Úgyhogy szeretjük lekötni magunkat azzal, amit otthon is csináltunk, és nekem nagyon fontos a mozgás. 6 éves koromban vitt le anyukám kajakozni, 28 évet kajakoztam, 10-11 edzésem volt azon a héten is, amikor elutaztam ide Dominikára. Úgyhogy igen, tettem, és teszek is érte, hogy kockás legyen a hasizmom, de így jobban is érzem magam. Azért mertem bevállalni az exatlont, mert elég pici esélyt láttam már arra, hogy kijutok az olimpiára. Ez abból fakad, hogy hosszú éveken keresztül a kajak 4000 méter, amiben én is érmes lettem, az szerepelt az olimpiai programban, majd hatalmas meglepetésre 2017 márciusában érkezett a hír, hogy levették az olimpiai programból, és helyette az 500 méter kajak 4-es került fel. Most az egyik az 2 perc 50 másodperc, az 1000 méter, a másik az 1 perc 20 másodperces versenytáv. Tehát, más szakma. Igen, teljesen másfajta specifikációt, felkészülést igényel, és próbálkoztam az elmúlt években a rövidebb távval, de nem sikerült olyan jól, mint szerettem volna. Így az olimpiára sem láttam akkora esélyt sajnos, hogy ki tudok jutni. Ezáltal így, hogy elhasztalott az olimpia, ezt még ugyanúgy látom, pici az esély, de lehet, hogy meg fogok vele próbálkozni. Talán Dávid története érdekelt a legjobban, hiszen egy olimpiai ezüstérmes férfiról beszélhetünk, aki ahhoz, hogy az olimpiára eljusson, iszonyatosan sokat kell dolgoznia, mind magán, mind a személyiségén, a lelkén, az eszén, a testén, mindenhogy. Az ő története érdekelt leginkább. Hát, szerintem jó dumcsisztunk, ha megengeditek, és én nem is nagyon tartalak föl titeket, hisz ugye ma kezdődik a döntő, és ma még találkozunk a pályán. Csak hát megszűnt, hogy bajnokok, meg megszűnt, hogy kihívók. Mert innentől kezdve, ha szeretjük, ha nem, ez egyéni verseny a végső célig. Szerintem legyen egy csatakiáltás, mondjuk, hogy döntősök. Úgy és akkor én vagyok az öreg. 1, 2, 3, döntősök! Nagyon bajnokokat mondtam. Találkozunk kinn a pályán, szevasztok! Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt, és itt tudtok jelentkezni.